Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ugyebár az öregnél fejeztük be múlt nap, onnan is fogjuk folytatni. Na és most nem volt reklámunk. Az, hogy a játék az elején miért shaderrel állandóan, nem tudom, ellenben ő meg gusztustalankodik ott, mert eszik. Na, és akkor megvárjuk a professzort, a mikroprocesszort, kackac, és mörül is neki, hogy itt vagyunk, bár vannak új arallataink, úgy mint a piroiníció, amivel tüzet gyújtunk. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecate. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Nice. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Okay, go to Sebastian, akkor. Küldetés. Az, hogy bejussak a zárat részekre, meg kell győznem Sebastian Szálomsz, hogy mondja el mégis, hogyan lehet. Ő mindig a sötét varázslatok kivérése tanterem közelébe órálkodik, arra fele kéne keresnem. Hát akkor irány előre. Megyünk innen. Követjük a kis utunkat. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. És megtanuljuk a kiábrándító bűbájtotot. Ha jól tudom, ha jól emlékszem. Meg talán a zárnyitást is. Vagy azt nem? Nice. Na, beszélgessünk vele. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Brooklyn and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Nem teljesen értjük, hazudunk. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Nem mondjuk el senkinek, persze. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. És mi van, ha elkapnak? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Hát akkor gótó este várunk. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
Mitse. Le kell oda mennünk. Ja, már este van, bocsánat. Ott repked a comó. See there? Papírlap. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Yeah, but I'm going to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells, are free. Give it a try. És ha most belegondolunk, de jó, közben rányomtam a másik gombra is, hogy oda ráncsuk a varázslattal, na mindegy. Space F, Space. Elrontottam, Space. Na, sikerült. Oké, kiábránít a bűbájt, tért a területen a első nél személy jelenlétre, de ott elég közel megy el vele, szóval az ott egy kicsit csalóka. Na, hol repkeded a comó? Meg is lett. És akkor T. És... Üzet lecseréljük. Vagy van itt nekem még hely alul? Nincs még, ez majd szintekkel fog nőni. Oké. Okay. Megvolt. De várjál, nekem kell a piróníció is. Akkor a lebegtető bűbájt rakjuk ki. Oké. Okay. Észrevétlennek kell maradnunk, azt mondjuk. Közeli ellenfelek először érzékelik, aztán pedig megvizsgálják a gyanús viselkedés. Az éjszaka felügyelők elkapnak, vége a küldetésnek. Jó, arra nem tudunk kimenni. Így lettünk 11-es szinten. Bent is vagyunk. Itt mentsünk. Tudunk-e menteni, vajon pálya rész közben? Tudunk. Mentés. Kérdés, hogy innen ellenőrző pont leszünk, vagy... Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Könyves polc mögött vagyunk. Ide jövünk. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Általában. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Lopakodunk a kulcsért. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.
Mindig állja a szavát. Mi van itt, ami kellhet nekünk? Például ott egy láda, ami a tűznél van. Oké. Ez is kell. Vágját a könyvtárba. Nem baj, nem látsz, nem halsz, nem beszélsz. Oké. Van itt hopponálási pont is, ami meg is lett. Szép kerülővel ide jövünk. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oké, feltörés. Az jól beleesett. Ja, az arc hirtelen másnak láttam. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Elvarázsolták. Itt van benn. Itt a ládika pontosan? Na, hát csak észrevesszük. Nagy lopakodás vagy nagy csönd ilyenkor. Csöndbe, senki meg ne hallja. Használd az alapfelállatot, még észrevétlen vagy, hogy elcsard a lészek a felügyeket az ellenségeket a kívánt helyre. Célzás mód a precíz célzásra biztos, hogy van előtt, hanem felfedőd további lehetséges célpontokat is. Oké. Okay. Jókor tanítod meg. Szellem. Oké. Nem is egy szellem. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Innentől tiszta út, de... Jó. Egy csesztel, akkor bajba leszünk. I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Revelio! Because Merlin knows everyone else has given up. Megbűvölt könyvek. A legjobb a lehetőség szerint elkerüljük ezeket a könyveket, nem is azért, mert hajlamosak kirepülni az ember kezéből, hanem mert tartomuk csupán egy látványos, semmiféle oktatási értékkel nem bíró zagyvaság. Más nével limonádé. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what precisely? Még egy kis pénz. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. De már adja nekünk, hogy az, amit keresünk, az hátul lesz, és remélem nem viszi el animáció. Jó, az a láda lát. Viszont várjál. Nem lát. Száz pénz. Na, innentől kezdve gazdagok vagyunk. Mert a nem láthatós ládákat is el tudjuk szerezni. Legsötétebb mágia titkai, le vagyok nyűgözve. Nem
tudom meg mindig, hogy a förgömbök mire jók. Ott volt egy kis idegestő csontváz, Pixi. Ó, annyira zárott résznek, hogy ez már... nagyon. És itt van valaki, mert erre rá tudunk varázsolni? Lumos. Lumos. Incendio. Ja, de nem erre, a másikkel várja. Hol a dalohamóránk? Itt. Ami nem is a lohamóra, hanem lebegtető bűvely. Ezt avval tudjuk begyűjteni. Oké. Mert ide se jövünk minden nap vissza, úgyhogy... ajánlott ilyenkor odafigyelni, hogy mit gyűjtünk be, mit nem gyűjtünk be. Az mi a krumplis hal? Ja, csak üres páncél. Akkor viszont... ahhoz a lebegtetés fog kelleni? Nem nyert. Exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Nagyon jól lebuktatjuk magunkat. Oh, blasted Peeves. I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Ne keverj egy bajba. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Oh? Saktáblakéket találtunk. Hát akkor mi kell neked? Nem tűz, nem lebegtetés. Javítás kéne. Ez Hobart verte le innen. Gondolom én. Revelio. Ó, még lejjebb van. Na hát ez az, amit a filmekből, meg a könyvekből nem tudtunk meg, se a régi PC játékokból, hogy ez ennyire nagyon nagy ez a könyvtár. És itt is van a Merlin kapu, amit keresünk. Ezt ránézünk, látjuk, hogy ez egy Merlin kapu. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Jó, meg mielőtt avval foglalkoznak, ezt is begyűjtjük itt. Hétköznapi engyelruha, hímzett. Érdekes, hogy a könyvtár alatt van ilyen. Na nézzük. Ez egy top portál, ad az kapu, de hova? Ó! Még tovább, még ősibb könyvtár részben, az a könyvtár azon részében, ami nincs. És lát minket a varázslat, mert sorra kapcsolnak fel a lámpák. Baromi jók ezek a tükrödődések, ezek a padlók, amik így folynak. Nekem nagyon tetszik. Ha, kinyitja, oké. Ele vagyok, ne szórakozzál velem. Nincsünk egyen. Csak hogy jó legyen, akkor nyomva kell rajta tartani a gombot, és úgy ment. És akkor felszerelés, és mit kukázzunk? Mink van, amit nem használunk. Sáv pénztér.
Ez erősebb hárommal, viszont ez alapból erősebb hárommal, mennyi bár ez lila. Rendkívüli kiadás. Ez meg sima. Ugyebár lehet fejleszteni a támadását. Neki is, de a védelme magasabb hárommal. Ezt a kinézetet használjuk. Ez 260. Oké. Fejfelőből valami. 11, 6, 21, hát akkor téged sajnos elpusztítunk. Mert biztos, hogy itt valami jobb hely lesz, amit találunk. Még hozzá egy szürke kalandor ruhakörteményt találtunk. Amire rá is lesünk, hogy milyen. Ez itt. Bocsánat, jóval erősebb. Na, tiszta vicseresek lettünk. Legendás. És még nincs tulajdonsága. Már megérti ide lejönni. Where might this lead? Oké, de Antheneum. Nézzük meg milyen. Akkor körbenézünk itt, hogy mi van errefele. Itt lesz a feladványok. Aminél kell a indító vagy nekünk. I need to wake up that rune over there. El kell ébreszteni ezt a rúnát a túloldal. Reparo! Nem? Irondíció! I wonder if I can hit the rune with a spell. Simán bal gombos átlagos alaptámadás kellett volna hozzá el abból. Egy nice. Látunk is tovább. Not surprising. Guards at the ready. Sztúj, merengő őre. A X, csat. És ezzel össze is tudjuk szedni a dolgokat, hogy visszatöltsünk. Jó legyen. Ó, ezt kaptuk. Azt ki kellett kerülni, hát addig nem volt finom. Ő is kapta halt. Ősi mágia használta a képesség sikeres támadáskon és az elszenvedett sérüléseken alapul. Sikeres 10 plusz találatos kombók generálnak kezdik a ősi mágia erősítőket, ezek összegyűjtésével jelentősen növekedni fog a ősi mágia mérőt, ráadásul ezáltal egy kisebb adag életerőt is szerzel. És akkor mivel töltünk életet? Az ősi mágia mérőnek legalább egy sávja feltöltődött, képes lesz egy pusztító erő ősi mágiát használni. Nem csak hatalmas sebzést okoz, de megtör mindenféle pajzs bűbájt is. Használ az X gombot, amikor megjelenik egy ellenség feje felett. Ó. Jó, az életünk ilyenkor visszatölt. Kérdés, hogy meddig? Olyan teljesen? Egységes? Oké, mehetünk is tovább. Kicsit alaposabban kell figyelnünk ezután. Nem. Esél le. Csat. Kapja hal. Oké.
Gyűjtenünk kéne a dolgokat. Az ott kérlek szépen. Invító. Akar ide jönni invítóra. Revelionra se jelölik ki. Viszont itt van valami. Ó, egy oda-vissza, aha. Simán meglőjük. Hoppá! Éppen, hogy átugrottunk. Ezzel meg visszafele aktiváljuk. És már megy is elfele. Ha, ez ilyen egyszer gyors átfutós rész. Nem akarja, hogy sokáig így legyen. Ezek a fénytükröződések még mindig baromi jók. Mozgó padlón. Szerintem. This must be the way forward, but to where? Erre vezet, de vajon hova? Revelio. Yeah. Nem tudom, volt értelme ennek, lehet, hogy nem. Jó. Igen. És ez mit csinál? Hát jött ide. És onnan át tudunk ugrani valószínűleg. Közelében nem voltunk annak, hogy átugorjunk. Ez akkor lehet ott marad. Igen. Na, ládikából kettő is. Le vagyunk már megint. Jó, hát akkor pusztítsuk el fel azokat a dolgokat, amik nem kellenek. 30-at érd át, azt a dizájnt használjuk. 60-at. Még van szemüveg például, azokat nem fogjuk nagyon használni. 60, 60. Ezek érik a legtöbbet, de tényleg. És nem tudunk még lemenni Hogwartsba. Roxmortba pontosabban, hogy jó legyen. Tallárból is csak egy van. Kinézett. Effektusé. Nullátér. Mint a védelme nulla volt. Hát ez 27, szóval elegáns hétköznapi ruhának búcsút intünk. Nem, meg 200-at ér. Így. Már parca markolatból meg ez az újasabb táblás kék mintás cucc. Az ez. Hát ez ilyen kis nagyon gagyesz, úgyhogy maradunk ennél. Nincsünk egyet. Oké. Eszköztárunkba számisztika útmutatólap, illetve itt a Black Professzoros üzi. Javasolhatnám, hogy tétsek be a megjelent a könyvtárban. Beosont valaki az árat részekbe, és úgy tűnik, Cassid a Blame úgy tekint a könyvtára, mint saját személyes színpadára, hogy gyakorolhatja legújabb varázslatét. Ez nagyon kellemetlen, Hobart az ilyen bockodásokhoz képest szelídnek tűnik. Na hát Hobartot valaki szelídnek nevezte, hogy miért, azt még nem tudjuk. Na nézzük, pénz volt benne, és azt se tudtuk fölvenni, mert teli voltunk. Meg egy cédrusos szegecskesztyű. Oké. Na hát itt hárman vannak, van akinél van nagy, még három az hat, meg ott ketten. Az 8. Na ott. Nem csinál semmit. Az ott villant. Ők fölkeltek. Endék, püff. Neked is ajándék. Ajándék.
kapta halt. Pisztoly. Oké. Jön a következő. Azt vegyük már fel, mert ott egy csomó. Nem nyert kis hangszorot. Hú, ezt nagyon kaptuk. Oké. Na jó, adjuk abba a szórakozást. Menj innen. Ki a gyógyítás. Kijövünk a hatósugarukból. Kapott halsz. Ez úgy támadott, hogy nem is láttuk. Ez is nice volt, ketten egyszerre. Jó. Add ide azt. Ügyre kaptuk. Jön szarul állunk. Nem legyen már mindenki ekkora hatótávval, fussá már. Na. Sztúj. Nem szórakozol velem, ott maradsz. Te is pusztulsz, oké. Okay. És kapott halsz, és nem érdekelsz. Igen. Kapták, haltak. Többet kéne védekeznem. Oké. Okay. Meg lett az utunk, hát valószínűleg annak a karakternek, akinek lennünk kell majd, nem jelentett volna gondot ez a támadás. Nem tudom miféle helyet, de már biztos, hogy nincs köze a könyvtárhoz, de a hely, ahol a dősi megé nyomai mutattak a térképen. Meg is jöttünk. Más van-e itt? Nincs. Nincs videó. Ott egy merengő fölött egy tál, mármint a merengő tál fölött egy könyv. És meg is kapta az adatot, és akkor bele kell néznünk a emlékbe. Igen. Vannak a varárlók. Szárazság van és pusztulika. Nincs benne víz, csak homok. Akkor ők jót tesznek. Fölküldött esőt. Átcsiribábulják a környéket, hogy újra szép és gazdag legyen faunában, meg flórában. De kicsit Tobi beteg. Kapta a friss levegőt, de minek? Nagyon gondolkodott a kisgyerek valamin. Aha, ő. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Miss Isadora. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad.
especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. És őt is. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. Yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. Percival. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Again? A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Nagyon gonosznak tűnik. De majd kiderül. És hogy jöttünk ki onnan? Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly, detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Tanús nekünk a Sebastian egy olyan rész miatt, mert... Revelio. Valami van, aminek... Amit... Lát, tud, de nem mond el. Mentsünk egyet, mert nem tudom, hogy ezen át tudunk egyébként menni. Valamiért úgy emlékszem, hogy ez itt egy műtűz, vagy valami varázslat kellett hozzá még. Ez. Ha nem hajlandó közelebb menni. Oké. Okay. Ez sem. Csak külön guggolni nem tudunk. Csak vetődni, amit nem használtam a harcba, pedig használhattam volna. Igen, itt se látok semmi. Az ott fent és kint van. Jó, ezeknek szerencsére nincs hozzá köze. És nagyon zártat hely, szóval ezt a tüzes dolgot majd visszajövünk, kiderítjük. Máskor. A levelet nem tudom, hogy most is el tudnám-e olvasni, ha itt lenne. Adj is, hogyha eddig nem olvastuk volna el. Ja, mutatja is ott, merre megyek ki, jól van. Itt az ajtó. Kérdés, kell-e foglalkozom még a prefektusokkal, vagy már nem? Jó, ennek itt van egy ilyennyi.
Revelio. És hol a táblája? Itt lent, jó, akkor ad ott fented, itt lent. Ja, de ezt már kinyitottuk. Jó, hát akkor ebben szerencsére nem kell foglalkoznunk. És az út irányunk. Ugyebár az ilyen megakadás az ajtónál azért van, mert tölti be a területet ide. Ugyebár ezért spórol az erőforrásokkal a motor, hogy azok a részek, amik nincsenek aktív használatban, azok nincsenek betöltve. És SSD ide vagy oda, nem ketté ide vagy oda, attól még vannak ilyen pillanatok, amikor gondolkodik egyet a játék, hogy tovább tart neki a betöltés. Ez itt várakozással jönne be valami. Nem tudom, mire kéne várni. Rosszban sántikálunk, akkor mintha este lenne közben. Bár a nap az szépen süt. De lehet, hogy csak simán csalóka. Szeretek mászkálni itt, úgy veszem észre egyébként, azért sem teleportáltunk. Gyors utazási pontokkal most. Ott van megint Mao. Mert... jó. Itt körbe kukucsálni. Igen, abban nem tudom mit kezdeni. Look at your hair, your complexion. Whatever it is, they'll all want to know your secrets. Ja, az dumálott fenn. Maradj csendbe. És te is. Revelio. Oké. Nekünk ebbe az irányba kell menni. Csak ó, Big Professorral leszünk, küldetés kezdés. Könyvek és megpróbáltatások. Hidd el a könyvet Big Professornak, de milyen könyvet? Hoppá, hoppá. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Tényleg egy könyv volt, amit kerestünk, azt mondjuk. What? That's... wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Nézzük a mapot. Jelzni ment már a könyv. Oh. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Vagy direkt hiányzik belőle. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here. Below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. Godric's severe. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a fifth year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Vagy csak azért, hogy eltűnj onnan. Szerintem. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say.
George tried to convince the Ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Hát ha belegondoltok, ugyebár a Harry Potter világában járunk abban az univerzumban. Viszont 1800-as, 1900-as évek környékén, míg a Potter világ az meg ugyebár a 80-as, 90-es években van, aminek köszönhetően ott is a mágiaügyi minisztérium egy zárt, akadékoskodó, tagadó rendszer, és nagyon úgy látszik, hogy itt is az, és azok, akik tudják az igazságot, mint ők, ketten, ami neki is fehér a haja vicces, csak ő gondolom a kor miatt, az nem szólhat nekik igazat. Még nem sokkolja őket a saját szemükkel a valóság. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Oké, okay. Ez is megvan. Az is megvan, és mindjárt 12-es szinten vagyunk. Amúgy. Ó, levelek elolvasása. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Hát fene tudja, de egyből két levelet is kaptunk. Netti most küldött neked egy bagoly postát, melyben arra kell, hogy találkozz vele egy alsó Roxfield nevű faluban. Világtérkép. Elfedezetlen részét jelenleg köd borítja. Falvak olyan kis közösségek, amelyek szerte a világon megtalálhatóak. Hasonló Roxfield falunak minősül. A falban új árusokat, hoppontokat, mellékküldetéseket és gyűjthető tárgyakat találhatsz. Nice. Alsó Roxfield a Roxfordhoz tartozó legközelebbi falu. Az iskola tiszteletre, ahol a lakói is jártak, valóság úgy döntöttek, hogy Roxfield nevet adják a településnek. Ekkortájt egy felső Roxfield lakói szintén a Roxfield nevet adták a településeknek, ezért kompromisszumképp mindkét falu egy plusz jelzőt tett a falu neve elé. Három láda és egy szemiflás szobor van. A világ bejárása közben a térképen lévőköd eloszlik, így több helyi például falvat kazamaták. Csak a hikak túl küldi tarot nekünk. Mit szél? Van bandita tábor, kazamata és falu is, amit most már jelent a térkép. Úgyhogy... nézzük meg a küldiket. Térké sikeresen ellenséges támadás előtt 10-szer, használ piroiníciót ellenségeken, kapitulátusz jár érte, akkor kinézetet kapunk, hogyha mi leszünk a bajnok, és beszéljünk vele. Gyógynövénytanúra bőven megvan a hármas szintünk, és Nettivel is tudunk menni. Akkor szerintem... vigyük el ezt. Nem. Először menjünk el a térképen.
Nem Roxmort, Roxmortot akartam. Még hozzá ide utazni. Gyorsan eladjuk, ami nálunk van és nem kell. Itt lesz egy tonna helyünk. Ami szerintem nem egy hátrány. Oké. Akkor ide kerültünk be. Nem tudom, hogy itt az összes tomót összeszedtük-e. Az itt a... aranytallér. Ez az a ruha volt. Haca szeretnye fogni. Ő szerinted már sok a gépnek. Jó. Egyébként most jött patch a játékhoz. Aminél ugyebár... változtak a dolgok. Teljesítményre vesszük. Aranytallár varárló divat, így már olvashatóbbak a szövegek. Kés mégsem annyira lófpoli. Ide menjünk be első körbe megnézni, hogy a ruhát át tudjuk beadni. Igen, mindenképp szeretném eladni a dolgaimat. Oké, nem kell lesz. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. 10-es, 14-es. Jó, ezek gyengébbek, mint a mostanink. Régumodik esztyű volt, nincs. A pelendős szemüveg se kell, az kell, mert ezt használjuk dizájnnak. Varálló kalap nem kell. Azt hiszem ez van rajtunk. Ez meg erősebb. Ezt eladtuk. Oké. Mindenképpen be fogunk nézni hozzá, ha aktuális lesz. A kesztyűből te erősebb vagy. Viszont a dizájnod még mindig a klasszikus fekete. Verhetetlen Quidditch kesztyű. Sem néz ki rosszul, de ez olyan klasszik. A szemüvegben is volt egy olyan, ami jobb, mint a mostani. Viszont a dizájnra ledobjuk, mert akarunk bambulásan kinézni. Jócskán nőttek az értékeink. Ezt lehet, hogy csak úgy gondoljuk, és nem nőtt semmi. Egész jól állunk. Ugye ahhoz képest, hogy nem rohanunk a játékba. Volt nincs. És ez is volt nincs. Ez is, és ez is, őt nem adjuk el, mert őt meg kell tartanunk a design véget, azt hiszem. De lehet, hogy nem kell megtartanunk ezeket. És mi volt még itt, amit az volt itt, akit így szépen ki is nyitunk, az mivel 500-akat érnek. Így is. És most láthatja, hogy mi voltunk, és el is aludt érte. Oké. Mennyi helyünk maradt a tárgylistába? Itt ilyenkor nem látni még, így már látni, hogy 7 foglalt.
ami adott is, mert egy R-több kesztyünk van, mint amit hordunk, és van 6 egyéb dolgunk. Jó. Ezzel meg vagyunk. A feladatunk eljutni Rocksporton kívülre ide. Ugye ezt az utat itt föl is használhatjuk. Tiltott rengeteget, és onnan tovább megyünk lefele. Találkozunk a leányzóval. Csak hogy jó legyen. Vagy nem is, hanem kinézett, beszélni vele. És a kapitulátusz. Következben ezt bekérjük. Az meg kell pirománkedni ellenségeket. Úgy az hova akar vinni minket most? A rosszat kertem be, innen is elérjük a térképet. Ott vagyunk. És ez itt. Ugadói lány, aha. Jó, akkor ez a kettő fut. Azt mondom, hogy akkor nincs itt ennél kijebb helyünk. Jó, hát akkor megyünk tovább. 800-at kell elrohannunk. Nem tudom, meddig tudunk futni, mert nincs sprint mérünk. De vannak most már ellenségek a mapon. Talán itt a Rocksport közvetlen közelében nincsenek. De... Agoly szerencsére immunis ránk. Kidumált itt. Errefele dumál valaki, de ki? Tudom, minden esetre akkor körbe csekkolunk. Tetsz itt mágia. Különböző feladatokat kell kitalálnunk. Illetve itt egy kis money. Itt meg egy kis gomba. Na, farkas. Pef. Ezt kitértünk. Hova Sandio. Meg is volt. Orcs törmét begyűjtöttük a farkasból. És akkor ezt ad a többi is. A kalapanyagnak jók. Jó. Adok. Még. Ez itt. Vérfolt. Oké. Jó, hát első áldozatink 3 darab farkas volt. Érjünk ki sikeresen 10 támadással, és 5-ször kell piroiníciót alkalmazni. Hát kérdés, hogy az elugrálásra gondol-e? Vagy nem? Itt mi van? Egy pistike! Jó, hát itt gonosz, sötét varállók vannak, kérdés nélkül. Éppen magunkhoz rányjuk azokat, amik kellenek.
Jaj, te most velem vagy? Hagyjál békem. Tohonya turkálék, és kijöttek rajta ilyen tüskék. És támadó. Oké. Ez meg itt egy barlang. A barlanggal nem foglalkozunk, ott lent viszont négyen is vannak. Miket még kicsik vagyunk. A dordonyom követés. Mi van? Ja, hát kapják halnak. Árba jövök. Azt kaptuk. Ez nagyon nem jó. Akkor te kapod így nekem, így is jó. Elgagyim vagy megrajzolva. Oké. Okay. Arva lesz, akkor ezennel mindennek vége. Jó, ezt úgy elpusztítottuk itt, hogy ebből nem kaptunk semmi. Oké. Okay. Belőle van. Egy arany, hát nem voltak gazdagok. Nem baj. Itt is volt még egy hatos. Gomba, meg 14. Ezzel lehet mit kezdeni, nem? Tehát, hogy ezeket csak széttörni lehetett. Azért Roxforthoz ilyen közel ilyeneket tartani eléggé merész dolog. Elhasítás 2 gyűjtemény. Meg 3 arany. Más nincs. Itt van még gombácska. Mondom, a szarvassal nem lehet mit kezdeni. Oké, okay. A védett állat. Nem sérült meg. Kirőiníciót se használtunk, és ki sem tértünk sikeresen a támadások elől. Csak a gomba van. Ezeket amúgy föl lehet használni különböző támadási formákra. Ott van valami, azt jelzi. Mi az az ott és mi az a valami? Sötét korcs. Incendio. El se látunk odaig, hagyjad már. Tíz korcsot kell legyőzni, hurrá! Ha itt se tudjuk fölvenni, mert szerintem a vizen nem tudunk átkelni. Ott van egy híd. Meg van ott vezem problémánk, hogy kelünk át. Nem baj, körbe kellett volna csak nézni. Jó, van itt többfajta ellenség is. Életerőm meg a padlóm. Igen, valahol itt kapta halt a... enemi. Ez itt. Ennyi, ez is megvan.
Or damage pályára figyelni kell. Magunkhoz hívjuk az összes hordkövet, amit csak tudunk. Tábla szerint ez a terület veszélyes, vigyázat mágiai minisztérium, többször kitábládva, hát biztos nagyon sokat ér meg, hogy nem menj be meg, hogy veszélyes. Ja, itt a pók lesz, akkor most vele nem akarunk foglalkozni. Majd később. Szerintem. Itt van kalapocska. Poszátka. Fajör bocsáska. Köptessek egy bocsáskát. De várjál, akkor nem az kell nekem, hanem ez. Éppen, hogy kivédtük. Jó. Nem akar lebegni, na mindegy. Akkor gyulladj fel. Nekem az is jó. Oké. Okay. Gyere csak ide. Kapta. Kihívás feladva, föl lezúzva egy bocsáska. Márdink volt, mert magasabban voltunk, de hát nem tudott támadni, mert a nyelve az... az nem feltétlen a legjobb. Piócaléket is be lehet gyűjtögetni, nagyon örülök neki, szép gusztusos dolgok. De hát nem válogathatunk, ha alapanyagokról van szó, kérem szépen. Amúgy a vízzel mi lesz? Tudunk-e úszni, vagy megfulladunk? Hát úgy nézem, hogy egy kis sekély patakocska rész, hogy itt nagyon sok bajunk nem lett volna. Törvény. Semmi. Szétplacsodjuk a piócákat. Úgy látom, hogy még szüzénk van. Elég kultúrált a mennyiségünk van, ez nem tudom mi volt. Ellenségek terén az úton maradsz, akkor nincs baj. Arrafele arc van, azt mondja, mert hogy ott vannak ellenségek. Nem akarunk nagyon velük foglalkozni. Lesz rá módunk a jövőben. Egy pár varázslatot tanulnunk kéne. Most keresztül futunk az egész Roxfort mellett. Itt vannak a lumagépek, itt meg a kanna, ami mindenen is átszáll. Itt a párja. Nem baj, hamarosan megérkezünk oda, ahova jövünk. Szóval innen közelebb lett volna, amit akarunk, szóval... ne tudja. De hát elmegyünk Roxfort mellett, ahogy nézem. Hát itt micsoda? Recs, repülés óra pázsítja. Oké. Okay. El is meglett. Adja magát, hogy itt van valami. Még nem férünk hozzá. De lehet, hogy nincs ott semmi, csak nagyon látványosan van ott a semmi. Itt vannak kis házikók. Állattanterem. Gyűjtjük befele a hoppontokat. Nagyjából bárhova el tudunk utazni. Kényünk kerülünk szerint. Gyere ide. Azon is filóztam, hogy lehet, hogy át kéne váltanunk Xbox kontrollerre, mert kényelmesebb ezt a 1-es, 4-es
abokat nyomkodni, mert azt mondta, a hátsókat kell, vagy a színeket. Nem erre kell jönni. Hanem erre. Csak alaplengetők, amúgy nem tudom egyébként el tudjuk adni ezeket az alapanyagokat, mert ha igen, akkor tök jó, aztán lehet, hogy ilyen brutális mennyiség kell belőle, hogy ez is még nagyjából semmi, amit használnánk, amit gyűjtögetünk itt. Én majd kiderül, a karakterünk úgy döntött, hogy közben mász egyet, kikerüljük amúgy a viaduktot. Igen, mert ott simán lövöldözünk. Itt is vannak baglyok. Oké. Jó egyébként, hogy van egy ilyen minden tudó könyvünk, mert sokkal egyszerűbb. Na, itt a viadukt, innen is jöhettünk volna, köszi. Na, itt lesznek majd a repkedő dolgok. Szóval ugyebár ez megmagyarázza azt a részét, lefedi, hogy a karakterünk, aki nem tud semmit, címszóval, mert 5 évesen is elsős. Így új neki a mágia világa. Rebellion. Így mégis mi van és hogy van. Videoláda tartalma, money volt benne. Zsákba kékedződ óraműves áll. És itt is van, ami kellett nekünk. Pargondozói szerszámok. Feltételezhetjük, hogy ezt a szerszámkészlet azért lett megbűvölve, hogy mindenféle berendezési tárgyat készítsen egy hangulatos kunyóhoz, akkorákat, amekkorákra a lakójának szüksége lehet. Meg csak a 12-es szint megvan. Nyilván itt a méreteket elnézve bármi lehet és akármi. Szóval az. Erre a tökök adottak, mert hát mégis nem mágikus tökök, óriás tökök. És szét lehet őket csapkodni. Van egy barlang bejáratékon. Előttünk, ott lenn. A víz baromi jól néz ki, meg az egész táj tök hangulatos. This could prove dangerous if I'm not careful. Veszélyes lehet, ha nem vigyázok. Hát figyelj, mutass ellenséget, legyőzünk. Mindenkit is legyőzünk. Adott what? Might I beseech you for some assistance? Segítséget akarsz. Mondjad. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Grace Pinch. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Hát, és hogy megyünk le? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. Bár Mordekáros, úgyhogy bármi lehet. Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Mi az az astrolábium? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool.
univerzum hordozható modellje. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Érdekes egyébként ez a család. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. De ha tudom, hogy érdekel, akkor miért a Mardekárba vagy? We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Ez meg inkább már a hatalomra vágyás akar lenni. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Aha. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Azt kérdezi, hogy a másik oldalt lesz. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. És mégis meddig tudunk lent lenni a víz alatt? Azt mondd meg nekem. Kinézetet kapunk érte. Oké, egy diák a fekete tóvizét bámulja, mi jár a fejébe? Hát majd foglalkozunk veled, vagy nem. Mindenesetre akkor jó, tudom, eszembe jutott, most már így megértettem, hogy a pajzsikonok a mellék küldik. It is good to see you, my friend. Aranyos vagy, hogy így köszöntesz, na mesélj. Hello, Natty, how are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrok and Rookwood and Harlow after you? I'm at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Avassuk be. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Rookwood, that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrok, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I also heard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I'm going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out to you tomorrow. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty.
be on your guard. No, on my guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? Revelli, what's going on here? Oké, az megvan. Segíts az idegennek. Ja, az ott van. Jó. De előtte... How nice to see you, my young friend. But mommy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Ez se kaptuk favágást. But you should see them, mommy. Lovak szárnyakkal. With wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now. Új markolat. Szerintem tesztrálokat lát, mert látott halált. Na te itt mit tudsz? Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Sami, and this is my potion shop. It's Sami. I can answer any questions you have about the town. Okay. Thank you, Vic. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lord Hogsfield's preeminent potioner. But I was once a lowly Hogwarts student like okay. you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an Ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Okay. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. Hit potion. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? Nézzük. Kell nekünk ilyen. Egyszer. Ah, yes. A wonderful choice. Egyszer. Maxima. Védelem. Ilyenünk van. Ilyenünk nincs. Oké. Okay. Mit tudunk eladni neked? Sálat, amit inkább fölveszünk. Meg egy pár pariadó kesztyű, ami gyenge, mint a mostani. No trouble selling this. Thank you. Ennyi? Kösz szépen. Így van már 5 erőnyerő főzetünk. Felszerelésnél a sállat átváltjuk. Így. Rajtunk is maradhat, meg ez korrektül néz ki. De lehet, hogy szarrá fogunk tőle laggolni, mert annak is mozognia kell. Erről az annak is mozognia kerül, eszembe jutott egy kis sztori. Ugyebár a Tomb Raider első, meg talán a második részében is, Lara Croftot ugyebár irányítva, a Sofia nem mozgott, mert nem tudták le animálni mondván normálisan a mozgást, mert túl nagy erőforrás igénye volt az akkori gépekhez, és inkább nem mozgott a Sof. Ő is hátul szökellő. Pusztulj! Oké, az megvan. Egy elmenekült, egy megkapta. Találjál egy lángoló pókot, hogy felrobbansz. Aha, szóval őt meg kell gyújtani, és rá föl kell robbantani még egy lövéssel. Oké. Okay. Jó. Ez az árus. Arrafele van még valami enemi. Stupid one.
Elélőttünk, ez is csoda. Találtam el. Mellé. Pusztulj akkor, hát nem akarsz fölgyulladni. 10 pókot kell legyőznünk. Hú, de milyen visszataszító vagy, mondja. Jó, hogy eltűnnek. Én is ezt mondom, hogy nem szépek. Meg akkor gyorsan megmentjük az idegent, és megpróbálkozunk vele, ha nem akadunk be a fába. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, oké. Ő itt. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. Okay. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Mono. Oh, I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrok and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrok has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. Lol. I'd wager my finest brush that Ranrok's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Korábban volt ilyen. Has Ranrok's lot ever attacked you like this before? Oh, they've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrok is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrok assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with his kind. Igen, még a varázsló kobold háború előtt volt. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some woods. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the cards to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okay. It was nice meeting you. Yes, I did. I wish it had been under better circumstances. Jól van, Arno, vigyázz magadra. Mi van itt amúgy még? Van egy ládika. Barna és arany birodalmi gyűjtemény, ez egy csomó. After what Ranrok did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Olyan ez. Merlin próba. I do not have time to. Darukwood don't give a dog's nip at your time. Oi, yeah, I'm takarva a feje. Devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Whiskey, Josh. Enough out of you. Leave her alone. Stupor. You're gonna regret coming here. Survive longer than expected. Incendio. Pusztulj! Ajándék! Hát nekem ott kell, nem menj arra. Úgy. A levegőbe is kapod. Be a vízbe. Na, ez kép. Mindenféle, minden tud útmutat egy új jelenség típusra bővült. Az ellenségről értékes információt tudhatsz meg, mint például bizony varállatok szembeni gyengeségei. Osztulj! Come on, you're afraid to fight back.
És kapsz ajándékot mellé. De no leszel mindjárt. 9. Jó, kapták, haltak. Ez egyszerű volt. Oké. Nora Tradewell. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Na jó, a protégó bűvány. Can you tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Kiiktatni őt. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. Nice. Rajonganak érted. Idézélbe téve. Story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting Priya, dangerous. Az ki? Best get moving on my research before they return. Ki az a Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who took my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioner. Akkor ez itt a Limeline style. Okay. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Okay. Milyen kutatás? You're a researcher. Nora Tredwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Milyen érdekes. Of the legend of King Arthur. The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left Roxfordba here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet. Versatile herb. Merlin repeated rendszeresen említi a írásból, hogy lehet, hogy imádta csak a májvát. I just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. No. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Elcsorjuk az összes májváját. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. I will have a look. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Indek és kőskörre. Each has these features. Place the mallow sweet on the swell. Hát a játék közben. We'll see what happens. My word! Did you see that? Disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about Vágják. These. Hát gondolom, gyújtani kell őket. Incendio. Beard. The flames make the pyre sink. Lángoktól lesüllyednek az oszlopok. Három is van. Kihívás teljesítve, feladva a Merlin próba végre. Igen, ott van egy darab Merlin középen. Oké, beszéljünk vele. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work?
I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, okay. I think each has those telltale vines. In the Sherwin Damashna. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Rosmolba, I really must be off. Such a pleasure to meet you. Yeah. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Jó, tudunk még tőled venni. 6 Merlin próba van. Egy gyorsan összepakol. És el is hoppon át. Oké. És itt nincs más. Csak ennyi. Ezzel indítottuk el a lényeget. Itt meg vannak piócalé. Azt nézem, hogy a támadók nem hagytak semmit, csak XP-t maximum. De még a főpistike se hagyott semmit, pedig kapta halt. Na mindegy. Elég vagány. Úgyhogy 9%-nál járunk. Oké. És hát ez ennyi lenne. Remélem tetszett. Írjátok meg, hogy szerintetek is érdekes-e a sztori továbbiakban. Szerintem az. Ha védekezünk eleget, akkor szerintem simán lehet hozni a harcokat még. De igyekezzünk egyre több varázslatot begyűjteni, és nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek, és találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!